Szeretettel üdvözlök mindenkit! A csendes perceket látjátok, és ma Anna alázatosságáról szeretnék egy pár buzdító gondolatot mondani nektek. Az első Sámuel könyve, első fejezet, 13. versétől a 16. verséig olvasom Isten igéjét. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de a hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, Meddig tart még részegséged? Józan, hogy kimámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tart szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Anna már évek óta imádkozott azért, hogy adjon neki az Úr gyermeket, de nem történt meg. Nem is tudjuk, hogy mennyi idő telt el az Elkánával való házasságában, de minél inkább telt az idő, annál inkább aggódott, hogy vajon mi lesz, mikor lesz neki gyermeke. Annál több gúnyt kellett elszenvednie, annál több fájdalom gyűlt össze benne is az események során, vagy azoknak a megélése során. És még több félelem azzal kapcsolatosan, hogy mi fog történni, ha nem is lesz gyermeke. Na most, amikor hajlan, hasonló helyzetbe kerül az ember, és azt tapasztaljuk, hogy nincsen semmi változás, bármennyit is imádkozunk, bármit is megteszünk az ügy érdekében, Isten nem figyel ránk, akkor erre, egyre hajlamosabbak vagyunk arra, hogy feszülten kezeljük a helyzetet. Hajlamosak vagyunk a dukitörésre hajlamosak vagyunk felemelni a hangunkat, összeveszünk mindenkivel, mert ki vagyunk merülve attól, hogy meg akarjuk valósítani azt, amit nem tudunk megvalósítani. Ilyenkor már sehol sincs az alázat, hanem erőlködünk ugye a saját erőnkből. Nem tudjuk tűrtöztetni magunkat, és igazából kibukik az alázat nélküli igazi énünk. Anna viszont... Isten elé borult, és elmondta neki azt, hogy mi dühíti. Elmondta neki azt, hogy képes lenne törni, zúzni most ezekben a pillanatokban, ordítozni lenne kedve, hosszan. És ezeket mind elmondta Istennek, hogy, hogy mi van benne. És tudod, hogy ez mit eredményezett? Az Úr Jézus egyik mondatának a beteljesedését, amikor azt olvassuk, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Ugyanis amikor Éli azzal vádolta meg, hogy részeg, akkor Anna nem kezdett el kiabálni, hogy hogy merészeli. Hogy képzeli, hogy ilyen papja legyen az úrnak, aki nem tudja felmérni, hogy ki milyen helyzetben van, minek is megy az, em az ilyen ember ilyen szolgálatra. Ha ennyi empátia nincs benne, nem beszélve arról, hogy szakmaiság vagy elhivat, lehetett volna így is. A... Mai emberben az alázat hiánya általában azon alapul, hogy nekünk minden jár. Ma így közelítünk meg mindent: nekünk jár a jó élet, a kívánságaink beteljesülése, az imáink meghallgatása, minden. Annak ellenére, hogy Éli következtetése nem volt alaptalan, mert sajnos az áldozati lakomákon bizony sokszor lerészegedtek az emberek, és ezt nem is volt olyan egyszerű kezelni. Anna mégis megalázza magát éli előtt is. Ugyanis az úr előtt töltött idő odáig segítette, hogy alázatosan tudott válaszolni élinek, akár egy ilyen mondatára is. Azt mondja, hogy talán úgy tűnik, hogy én is olyan részek vagyok, mint amit már megszoktál másoktól, de nem erről van szó, hanem csak a szívemet öntöttem ki az úr előtt, ne tarts elvetemült asszonynak. Az új szövetségben a szírofőniciai asszony. Jézushoz jön, és a lányával kapcsolatosan kér segítséget, de az Úr Jézus elutasítja. És azt mondja neki, hogy mivel nem zsidó, nem jár neki a segítség. Ez az asszony nem azt válaszolja, hogy hogy merészeli. Hogy képzeli, hogy így megalázza az embert nyilvánosan, amikor azt mondja magáról, hogy ő az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, hát nem érzékeli, hogy milyen helyzetben lehet az a kislány, lehetett volna így is. Azt mondja az asszony, hogy igazad van, uram, nem jár nekem. Mellesleg a zsidónak sem jár, de könyörülj meg rajtunk. És mind a két esetben ugyanaz történik: Éli áldást mond Annára, és Anna fiút szül, az asszonynak pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy legyen a te hitet szerint, és megszabadul a lánya tölts időt imádságban az Úr előtt, és meglátod, hogy ez milyen változást fog hozni benned, hogy más lesz a hozzáállásod, a viszonyulásod, telve leszel békével és alázattal. Azt olvassuk a Máté 23. fejezet 12. versében, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Alázattal állj oda Isten elé, kérve azt, hogy ne azt adja, amit érdemelsz, hanem adja meg azt, amit meg sem érdemelsz.